balesetveszélyes tornacsarnok, beázó tantermek, szertárokban, vagy éppen a folyosón megtartott tanórák, ezek mindennaposak a Fekete István Általános Iskolában Gyömrön. A felújítás 5 éve várat magára, holott az állapotok magukért beszélnek, még sincs pénz az állam szerint, most éppen a háború miatt. Helyszíni riportunk következik. Mióta tart ez az állapot? Nagyon régóta. Tulajdonképpen, ugye, ha időpontot lehetne mondani, akkor azt mondanám, hogy a 2000-es évek első felétől. Tehát 2002... Ez lényegében 20 éve. Hát inkább 15-öt mondanék. Ugye a mostani városvezetés 2002-ben lett megválasztva először. És ugye gyakorlatilag azzal egy időben indult el egy olyan lakásépítési őrület, vagy nem tudom én minek nevezzem, aminek a következménye nyilván az, hogy a lakosság száma másfélszeresé, majdnem kétszeresére növekedett Gyömrőnek az elmúlt 15 évben, és ugye jó részt fiatalok, gyerekes családok jönnek, és ez minden szinten, a bölcsödétől a középiskoláig, ugye minden szinten óriási nagy növekedést jelentett a létszámokban. És így volt ez a mi iskolánk esetében is, hiszen 2000, ugye én 30 évig voltam igazgató, tehát az egész folyamatot ismerem, 91-től 2021-ig, és ez beleesett jócskán ez az időszak, amiről beszélek, hogy 2002-ben, vagy a 2000-es évek elején olyan 340-350 volt a gyerek létszámunk. Két párhuzamos osztállyal, 25-26 fős osztály létszámokkal mondhatni ideális, optimális volt. Legalábbis kényelmes. Kényelmes volt, így van. Az épület már akkor is rossz állapotban volt, hozzá kell tenni, tehát ez egy 100 éves épület. Szóval én 20 éve dolgozom ebben az iskolában. Én akkor úgy kerültem ide, hogy mindenből volt 2 osztály, akkor Gyömrő egy kicsi település volt, összesen 8000-en lakták 20 évvel ezelőtt. Most ott tartunk, hogy 24000-en laknak, és az a kicsi iskola, ami egykor akkora volt, hogy mindenből 2 osztály volt, abból most ott tartunk, hogy az első 6 évfolyamunkon 3-3 osztály van, jövőre már a 7. évfolyamon is 3 osztály lesz, és nagy valószínűséggel utána minden egyes évfolyamunk 3-3 osztályossá fog felbővülni. Tehát az alatt a néhány év alatt, ahonnan elkezdtük, én most a 20 évvel ezelőtti állapotot mondom, amikortól én ezt ténylegesen érzékelem, ahhoz képest mi konkrétan egy kisebb iskola létszámával vagyunk többen, mint ahányan kezdtünk. Ez létszámadatok ezt teljes egészében jelezték. Néhány évvel ezelőtt kezdődtek el igazából a problémáink, akkor jutottunk el odáig, hogy vagy bővíteni kellene, vagy egyszerűen rendbe kellene tenni az iskolát, mert ez egy 102 éves épület, amiben itt jelen pillanatban ülünk, tehát ez az iroda, ez konkrétan 102 éve funkcionál. Hát nem mindig ugyanebben a szituációban, hogy mondjuk iroda van itt, hanem voltak itt már a tanáriban is tanterem, és itt tovább besorolhatnánk. Tehát akkor kezdődtek el a problémáink, amikor a létszámok elkezdtek nagyon drasztikusan növekedni. És akkor ezek a létszámok nőttek. Egy ideig az osztálylétszámokat növeltük, tehát hatalmas osztálylétszámaink lettek, 30 fősek, és akkor egy idő után ezt nem tudtuk kezelni, akkor utána lett, amikor elindult az első 3 évfolyamos, vagy 3 osztályos évfolyamunk, és akkor innentől kezdődően jelentkeztek az igazán gondok. Egy ideig ez szépen ment, egy ideig elfértünk, és egy idő után nem fértünk el. Közben az épület állaga romlott, folyamatosan romlott, és eljutottunk néhány évvel ezelőtt odáig, hogy valamit ki kell erre találni, hogy egyáltalán változás történjen. Hosszú-hosszú évek óta nem történt felújítás, illetve korszerűsítés az iskolánkba, és ennek, vagy nem tudom, ennek hiányának lehet betudni, hogy az egyik terem plafonjának egy része leszakadt. Hál' Istennek akkor ugye nem voltak gyerekek, nem sérült meg senki, és ennek hatására ugye szülői összefogással indult egy felújítás, vagy elkezdődött, és akkor kaptunk ígéretet arra, hogy a jelenlegi iskolát elbontják, és kapunk egy új, teljesen új iskolát. Ha jól tudom, akkor nem csak egyetlen teremben van probléma. Így van, igen, tehát sajnos nem, hogy több teremmel, hanem az egész iskola, tehát alsó-felső tagozatos részekről beszélünk, és több terem beázik, penészes, potyog a vakolat, az alsóban szintén, túlzsúfoltak a termek, 30, több mint, vagy megközelítőleg 30 fős osztályok vannak. Az alsó részben ugye 12
alsó tagozat indulna, de ugye nincs hely, csak 8 osztálynak, és 4 osztály a felső tagozatban tanul, ahol úgy vannak elosztva, hogy könyvtár, irattár, illetve a 2 konténerben. 377 gyereknek kell megebédelni egy 60 fős étkezőbe. Az azt jelenti, hogy 2 óra leforgása, ez egy melegítő konyha, ami itt van. Elkezdik a gyerekek délbe az ebédeltetést, és 10-15 perces turnusokba, úgyhogy a tanítási óráról kimennek, megebédelnek, jön a következő, de ott már nem szabad csúszni, tehát már arra is figyelünk, hogy tornaórán már időbe végezzünk, hogy biztos, hogy ne késsenek el a gyerekek, mert akkor a következő már csúszik, és akkor már gond van. 10-15 perc jut egy csapatra, igen. És a mindennapos testnevelést, akkor ennyi osztálynak, gyereknek szintén? Van jelen pillanatban 22 osztályunk. Hogyha ezt így kiszámoljuk, akkor 22 osztály, ha minden nap mindenkinek egy órája van, akkor 22 órán át tornaóra lenne a csarnokban. Az ugye nem lehetséges, mert aludni is kellene, meg hazamenni is. Ha felét számoljuk, hogy 11 osztály, mert mondjuk összezárunk 2 osztályt és egybe tornáznak, akkor az 60 gyereket jelent, de még az is nagyon-nagyon sok, ezért úgy csináljuk meg, hogy a felsősöknek van heti 3 óra fixen délelőtt, az alsósoknak ennél valamivel kevesebb, mert ők mondjuk tudnak a tanterembe vagy az órán, és akkor délután tömbösítjük a mindennapos testnevelést, mert különben nem tudjuk megoldani, egyszerűen nem férnek bele délután 4-ig a gyerekek órába. Testnevelés teremről ugye tavaly körülbelül ilyenkor a szél levitte, vagy a vihar levitte a tetőt, és ideiglenesen megoldották, tehát lefették fóliával, de beázik. Nem behezik. Költenek rá, mert hogy úgy is majd épül az új iskola. Így van, behezik, és így tartják és azóta a testnevelés során. És akkor egy éve ezzel igen, az ideiglenes igen. megoldással kell, igen. hogy a testnevelés során részvegyenek a gyerekek. Igen, igen. Döbbenetes. És egyébként sem férnek el, tehát... Még visszatérve, bocsánat, az esőre, tehát, hogy a beázáskor vödrökben fogják föl a vizet. Igen. Tehát 2023 Magyarország Budapesttől 20 kilométerre. Köszönjük, hogy ez jut a mi gyerekeinknek. Történt aláírásgyűjtés. Először ugye a tanker részére. Minden osztály részéről megírtuk a sajátságos, egyedi osztályra jellemző problémákat. Tényleg, amivel a tankerület már ugye tisztában volt, mert hogy nem csak tőlünk értesült a folyamatos problémákról, kaptunk rá sablonválaszt minden osztály. Olyan válaszokat, és hát az volt a levélben, ugye, hogy mi történt az elmúlt időben, és hogy próbálnak lépéseket tenni, de értsük meg és fogadjuk el a helyzetet. Büszkék vagyunk arra, hogy a mi iskolánkban nincsen szaktanár hiány, és hogy olyan eredményeket érnek el iskolán kívüli versenyeken, hogy dobogós. Igen, tehát, igen. És ezt tényleg köszönjük a tanárainknak, hogy így felkészítjük őket, és hogy így is kitartanak, és nem mennek el, tehát bármilyen mostaha is a körülmény, de maradnak. És bármennyire nehéz is, vagy hivatástudatból, vagy hivatástudatból. Tehát másért miért. Tehát napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, ilyen körülmények között tanítani, oktatni a gyermekeinket. És hálával tartozunk nekik, hogy ezt így teszik. Hát le a kalappal tényleg. Elhangzott szintén egy országgyűlési képviselő szájából, hát hogy meg kell érteni, hogy most háborús helyzet van, és hát én erre azt mondtam, ugye, mert én már közvetlenül nem voltam ezen a beszélgetésen, hogy ez olyan dolog, mint a családban, hogy azt mondjuk, hogy jó, rendben van, gyerekeim, feleség, férj, most kevesebb a pénz, össze kell kicsit húzni magunkat. Na de ha valami történik, ha el kell menni egy gyógyszertárba, hogyha betörik az ablak, akkor azt meg kell csinálni, ha kevés pénz van, ha sok pénz van. Hát meg mire lenne pénz, hogyha nem a gyermekeinkre, meg arra azokra a körülményekre, ahol ők egyébként a napjukból a legtöbb időt töltik. Tehát egy gyerek a legtöbb időt az iskolában tölti, 8-tól 4-ig, vagy 3-4-ig itt van bent, és ennél csak kevesebb, amit otthon tölt, vagy hát, hogy az alvást is beleszámítjuk, akkor nyilván több, de hát azért ez nem ugyanaz mégsem. Hát második otthon, ezt nem mi találtuk ki, ugye? Ezt már nálunk bölcsebb emberek is kitalálták, és tényleg így van, hogy azon túl, hogy a gyerek itt van, azon túl az impulzusok is, amik érik, a nevelő hatások, meg a tudásgyalapodás, az mind-mind ugye nagyon fontos dolog, és a körülmények, hát ezeket nem lehet megkerülni. Szóval, és visszatérve az előző témára is, ugye, hogy
szülőkkel is azért beszélgetek, és mikor elhangzott ez, hogy hát most meg kell érteni, hogy háborús helyzet van és kevés pénz van. És úgy ugyanakkor mondják, hogy igen ám, de naponta jönnek a hírek, hogy erre is jutott néhány milliárd, 10 milliárd, arra is jutott néhány, meg amarra is. Tehát olyan dolgokra, amire lehet, hogy egy kicsivel később is ráértek volna foglalkozni. Hát ennek az iskolának, ha jól értem, egyrészt maga túlzsúfoltsága az már 15 évvel kezdődött, de már a konkrét intézkedés vagy jelzés a tankerület felé már 2018-ban megtörtént, hogyha jól értettem. Hogyne, tehát ez már 5 évvel ezelőtt, tehát azért azt nem lehet a háborúra fogni, hogy 4 éven keresztül semmi nem történt, és aztán persze egy évben van csak ez a háború. Nem lehet, hát ugye azt is tudni kell, 2019-ben született meg a kormánydöntés, akkor még Kásler Miklós volt a miniszter, és utána ugye elindult egy tervezési folyamat, kijött ide a tervező, és azt mondta, hogy ezt az iskolát, mert első lépés az lett volna, hogy itt a régi szárnyat lebontják, és helyette 12 új tantermet építenek, mert vannak itt újabb szárnyai, viszonylag újabb szárnyai, vagy korszerű szárnyai is az iskolának, nem sok, de vannak ilyen részei is. És az volt az eredeti terv, hogy ezt bővítik az iskolát, felújítják és bővítik. És amikor 2020 tavaszán, már a Covid ideje volt, március-április táján jött ide először a tervező, hogy elkezdi a terveket készíteni, alaposan körbejárta az iskolát, és leültünk, és azt mondta, hogy igazgató úr, ezt az iskolát, ezt nem lehet rendbe tenni. Annyira rossz az elhelyezése, annyira korszerűtlen a meglévő épületállomány. Annyira nem felel meg a mostani szabványoknak, hogy ezt nem lehet rendbe tenni. Itt egyetlen megoldás van, le kell az egészet dózerolni, és egy szép új iskolát építeni. Arról volt szó, hogy tavalyi évben, tehát 2022-ről beszélünk, évvégén csomagolunk, és költözik az iskola. Az az utolsó tanév, amit abban az állapotában ott lehet, tehát hogy nem lehet itt több tanévet indítani. De ebből nem lett semmi. Nem. Májusban összehívott a tanker egy szülői fórumot, ahol tájékoztattak, hogy a háborús helyzet miatt, illetve az anyagi források hiányában ezt nem tudja, bizonytalan időpontra elhalasztják, elnapolják, és ugye már akkor ugye a szülők fel voltak háborodva, hogy tehát még ígérni sem tudtak, abszolút semmit, hogy közeljövőben, hogy ezt mikorra tervezik, aztán utána mindig azt mondták, hogy na most mit tudom én, vagy eltelt egy kis idő, és hogy talán költözhetünk. Évvégén azt mondták, hogy majd tavasszal, meg aztán végképp. Akkor az lenne a jövő, hogy itt lenne ezen a területen az új iskola, ahol igen. Most vagyunk, ideiglenesen. A város szélén. Ideiglenesen. Tehát ideiglenesen itt lennének konténerekben a gyerekek. És most látnak valamit a jövőre vonatkozóan, hogy akkor mikor kerül ez sor akár arra, hogy konténerekben kezdik meg a tanévet, vagy költöznek át oda, vagy hogy ez az új épület megépülhet, akár itt, akár bárhol máshol a városban? Hát én esélyt mindig látok rá, és mondtam is, hogy én nagyon pozitívan állok ehhez a dologhoz hozzá. Azt, hogy most jelen pillanatban hol járunk, és mikor lesz, semmi konkrétat nem tudok mondani. Tehát tartottunk az elsősöknek egy szülőit, de nem tudtuk megmondani, hogy mi mikor fogunk tudni oda kiköltözni, mert én tavaly már azt ígértem a szülőknek, meg úgy is volt egyébként, hogy mi ezt az évet már a konténerekbe töltjük. Csak aztán közben történt egy változás, és akkor mégsem, de igazgatóasszony tud erre vonatkozóan mondani, hát ha, hogy hol tartunk, mint tartunk. Nem tudnak semmi konkrétumot arra vonatkozóan, hogy mikor költöznek ki, vagy nem. Ki költöznek egyáltalán, vagy hogy megépül az új iskola, vagy valami korszerűsítés vagy felújítás fogja történni, tehát akkor lényegében egyik sem ismert most az önök számára. Nem, ezt nem tudjuk. Tehát ezt így konkrétan nem tudom megmondani, hogy szeptember 10-én vagy október 25-én, ezt így nem. De abba bízunk, hogy mondjuk minél hamarabb megvalósul ez, és akkor aki tudunk költözni, akkor utána itt el tudják kezdeni az új iskolának a megépítését, és akkor minden úgy alakulhat, ahogy az eredeti tervekben szerepelt. Mindössze néhány kilométerre vagyunk tehát Budapesttől, és önök is láthatják, hogy milyen állapotok uralkodnak egy olyan iskolában, ahol a gyerekek felvételi eredményei kitűnőek, kiválóak, illetve rengeteg versenyen és rendre helyezéseket érnek el. A szülőktől is hallhatták, hogy a tantestület munkája ellenében nem tudnak kifogással élni, azonban ezek a körülmények úgy gondolom, hogy méltatlanok ahhoz a munkához és ahhoz a környezethez, amit ezek a gyerekek és egyébként minden gyermek magyar.
Magyarországon megérdemelne. Sürgősen ezért az országgyűlésben is fel fogok szólalni annak érdekében, hogy minél előbb változtassunk ezeken a méltatlan körülményeken, és a gyerekek és a pedagógusok olyan körülmények között dolgozhassanak, amelyek az ő munkájukhoz, az ő hétköznapjaikhoz illenek.